felebaráti szeretet nem függ az ember külső körülményeitől. Legbensőségesebb cselekedetünk, mely mindig személytől személyhez szóló. Nem kisegít, hanem megsegít. Mindig megvan a kellő éles látása, hogy fölismerje a másik baját, és ereje, hogy tettét végre is hajtsa. Épp ezért az igazi felebaráti szeretet elől nem lehet kitérni. A felebaráti szeretet ember és ember viszonyának legélő formája, írja Pilinszky János. Gyászoló család, gyászoló közösség. Dobos László, a tanár, a polgármester, polgári közösségünk fáradhatatlan tagja bírta ezt az erényt. Valódi, felebaráti szeretettel fordult diákjai, a karcagiak és minden ember felé. Tette ezt olyan magától értetődő, belülről fakadó szerénységgel, amely csak az ő sajátja volt. A veszteség ezért, amely közösségünket érte, roppant nehéz. Mégis olyan, amilyen polgármester úr volt, csendes és mély, sokáig ható, visszafogott. Karcag város minden polgára, politikai közösségünk, minden tagja nevében hajtok fejet Dobos László életműve, a közszolgálatában végzett fáradhatatlan munkája és emberi szerénysége előtt. Elvesztettük a pótolhatatlan városáért, annak minden polgáráért, szívvel, lélekkel kiálló politikust, a karcagi diákok szeretett tanárát és a segítőkéz közvetlen embert. Polgármester úr a munkában kitartó társunk, az életben jó barátunk volt. Példáját, emberi hitvallását, mély elkötelezettségét a város és a kun emberek mellett értékként magunkkal visszük a jövőbe. A tisztelt gyászoló egybegyűltek. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Szólnak a Szentírás szavai, amelyek a gyász nehéz útjának legfájdalmasabb állomásánál, a végső búcsúnál is vigaszt adnak. Vigaszt és erőt ahhoz, hogy most kimondjuk azokat az elismerő szavakat és gondolatokat, amelyek a közös munka során természetes módon bennünk rekedtek. Bennünk rekedtek, mert a mindennapok sodrásában nem összegzünk. Nem fejezzük ki nagyra becsülésünket, vagy éppen hálánkat azért, hogy olyan értékes emberrel dolgozhatunk együtt, amilyen Dobos László is volt. Most azonban önmagunkért és közösségünkért el kell mondanunk, hogy Dobos László igazi hazafi és egyben büszke kunember volt, aki egész életében szerette Magyarországot, a kunokat és a magyar embereket. Aki mert a maga módján dolgozni értük, és a maga módján törődni velük. Ha kellett, szót értett a nyakas kávénista kunsági emberrel, így újult meg a városközpont, de ha kellett, szót értett a magyar kormánnyal, így épült új rendőrségi épület Karcagon. A karcagiak pedig elismerték munkáját, elhivatottságát, emberségét, háromszor egymást követően választották meg elsöprő többséggel. A legegyszerűbben mégis úgy mondhatom, a karcagiak szerették Dobos Lászlót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A kunságon úgy nő fel az ember, hogy nagyon korán találkozik azzal a különös történeti tudattal, amivel a más vidékről valók nemigen tudnak mit kezdeni. Írja Barta Júlia, az elismert karcagi néprajzkutató. A kunok számon tartják őseiket, őrzik és egyben megélik hagyományaikat, és büszkék történelmi örökségükre. Közösségformáló erő van ebben, ami erősíti a nemzetet is. A sztyeppei kultúra halott kultuszából a magyarországi kunok egy különösen szép emléket őriztek meg máig. Földet, egy maréknyi anyaföldet szórnak a másik világba menő szeretteik sírjára. Minél jobban tisztelték a távozót, minél többen bocsájtották utolsó útjára, annál nagyobb, annál magasabb lett a halom. A törzsi nemzetségi vezetőket különálló sírokba temették. Így ezekből a halmokból pusztai emlékeztető jel lett, amely mellett, ha lovas haladt el, tiszteletből odalőtt egy nyilvesszőt. Ha pásztor járt arra, jót áldozott, vagy ő is egy maréknyi földet dobott rá.
Most egy város megrendült közössége áll Dobos László polgármester úr avatala mellett, és emeli képzeletben magasra az örök mementót jelképező Kunhalmot. Búcsúzó egybe gyűltek. Az én életemet gazdagabbá tette, hogy polgármester úrral, Lacival hosszú évekig közös volt az utunk. Hálás vagyok a sorsnak, hogy voltak közös feladataink. Mindig emlékezni fogok a belefolytatott szakmai beszélgetésekre, a szülőváros jövőjének közös tervezésére és a közös munkára. Az emlékezés azonban óvatatlanul befejezetlen és hiányos, mert szavakban nem összefoglalható egy ember élet. Kevés, ha csak a polgármester úr eredményeiről beszélünk, kevés, ha csak tisztségeit, hivatalait soroljuk fel, kevés, ha csak páratlan segítőkészségét idézzük fel. Az elköszönés, a tiszteletadás mindennek együtt az élet teljességének szól, annak a teljességnek, amit csak ezekben a megrendítő pillanatokban láthatunk, a végső búcsú pillanatában. Az idősebbek még emlékezhetnek rá, a mi kultúránkban szokás volt a holtat otthonról kísérni utolsó útjára. Dobos László életének központi tere volt a Városháza, a legtöbb időt itt töltötte, második otthona volt ez a hely. Itt veszünk tőle végső búcsút, innen indítjuk utolsó útjára. Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt, és megnézte bátran a halált, hittel, reménnyel gazdagon, indult nem földi utakon. Egy volt közös, szent vigaszunk, a lélek él, találkozunk. Isten nyugosztalja őt, nyugodj békében, Laci.